Néktek ragyog ma, tiétek az ünnep, a szó, a könyv, a mosoly s a virág, körétek gyűlik szinte a világ, s mi néktek adjuk búcsúzó szívünket. Az életet, mely jutalmaz és büntet, s melyben az ember örökké diák, most jelképezi zöld májusi ág, s halljuk reménytől szívetek, hogy lüktet. Szép lassúsággal búsan szól az ének, föl, fölrepülne, leszáll, tétováz. A sok kopott pad integet felétek, tán könny is csordul, nem tudni okát. Elsápadva a messzeségben néztek, s a szívetekben fölzeng, hogy tovább. Tisztelt ünneplők! Kedves ballagó diákok, szülők, tanárok! Egy normális világban az április vége nagyon izgalmas időszak. A diákok készülnek a ballagásra, letöltik azokat a szövegeket, amelyeket majd énekelnek a tanáraiknak a szerenádon. Jegyeket gyűjtenek, igyekeznek javítani. A tanárok az utolsó órákat tartják, kiosztják a dolgozatokat, lezárják a naplót. A lányok időpontokat egyeztetnek kozmetikushoz, fodrászhoz. Kinézik a kirakatban a legszebb tűsarkú cipőt, amit viselnek majd a ballagáson. És mi szülők mit csinálunk? Szervezzük a ballagási ebéd előkészületeit. Így zajlik az április vége egy normális világban. De ez most nem a normális világ. Most a vírus és a vírus által meghatározott szabályok szerint élünk. Maradj otthon! Ezt halljátok mindenhonnan. A vízcsapból is ez folyik. És ki a saját vérmérséklete szerint megtartja ezt a szabályt, vagy nem. Egy normális időszakban, egy normális világban a ballagás másként zajlik. Mi szülők összegyűlünk az iskola udvarán, a virágtól illatozó udvaron, ahol szól a zene, és várjuk, hogy megjelenjetek az udvaron, énekelve, csinosan, hogy elinduljatok azon az úton, ami a jövőtök felé visz. Ez egy normális világra jellemző. Most sajnos nem ezt éljük. Minden 18 évesnek kijár az, hogy tanulja a tételeket,
azután szerenádozzon, vizsgázzon, érettségit tegyen, majd a banketten kiengedje a fáradt gőzt, leengedjen, kocincson a tanáraival a sikeres vizsga eredményére. Minden 18 évesnek kijárna ez, de nektek nem ez jutott most. Nem is volt időtök semmire. Néhány héttel ezelőtt kottán focsán véget ért a tanév. Pénteken még iskolába mentetek, és a hétvégén megtudtátok, hogy hétfőn már nem kell menni. Nem volt még arra sem időtök, hogy összeszedjétek a padban tárolt szöveggyűjteményt, függvénytáblázatot, atlaszt. Nem volt idő arra, hogy elköszönjetek egymástól. Hogy mi volt az első gondolatotok? Szerintem az, hogy hú, de jó, nem kell iskolába menni, nem kell korán kelni, nem lesz igazi feleltetés. Nem kell reggel készülődni. Biztos a megkönnyebbülés volt az első gondolat, hogy nincs az a stressz, ami jellemző az utolsó hetekre. Csak hogy teltek a napok, a hetek, bezártak a kávézók, elmaradtak az edzések, kiürült a város. Megtapasztaltátok azt, hogy milyen az igazi digitális magány. És akkor hirtelen minden átértékelődött. A megosztott szendvicsek, a szaladgálás az iskola folyosóján, az elrejtett puskák, a válveregetés, a baráti ölelés, még a tanárok dorgáló szavai is. Minden más szint kapott, minden felértékelődött. Ez a ballagás nem méltó arra, hogy lezárjatok egy fontos időszakot. A ballagás az az a momentum, amikor valami befejeződik, azért, hogy valami más elkezdődhessék. Mégis emlékezni fogtok erre a ballagásra is. Nem olyan, mint amit szerettetek volna, vagy mint amit mi szülők szerettünk volna. Ez most nagyon más. Mégis azt kívánom nektek, hogy ennek az időszaknak a végén hozzatok ki magatokból minden jót a vizsgán. Minden ismeret jöjjön elő, amit az utóbbi 4, 6, 8, 12 év alatt magatokba szívtatok. Hogy a sok megfeszített tanulás végén olyan eredménnyel zárjátok a középiskolát, amit megérdemeltek, és amit szeretnétek magatoknak, amit megálmodtatok magatoknak. Legyen ez a ballagás emlékezetes. Jön az érettségi, készültök rá. Igaz, ez más, mint a többi. Minden cicoma nélküli, csak írásbeli. Nem lesz szóbeli. Mégis azt kívánom, hogy sikeresek legyetek, hogy ez az érettség is emlékezetes legyen. És ne felejtsétek el azt, hogy a tanulás, a munka fontos. De azért az életben más fontos dolgok is vannak. Carpe diem, élj a mának, szakítsd le minden perc örömét. Engedjétek meg nekem, hogy a városvezetés nevében sok sikert kívánjak nektek, és azt, hogy minden álmotok valóra váljék. Levelek lehulnak, újjatok levelek, rejtsetek el engem.
édes anyám, sírva keres engem. Sír az út előttem, bánkodik az ösvény. Míg az is azt mondja, áldjon meg az Isten. Áldjon meg az Isten. Kosztolányi Dezső ének a fiatalokról. Ámulnak ők is fölnevetnek, előre néznek, hátra néznek, és visszafordulnak tűnődve, mert még nem értik az egészet. Mostan lepődnek meg először, magasba vont sóvár szemölddel. Föltekintenek az égre, ahol a holttány érje zölddel, és napvöröslik a zeniten. És csillagok szelíden ülnek, szemükben eleven görög tűz, hétköznapon is örök ünnep. Úgy járnak itt a gyatra földön, melyen csupán por és kopás van. Úgy járnak itt a vén világon, mint egy frissen festett lakásban. Nézd, hogy figyelnek, hogy rajongnak. Mikor eszed már unva fonttól, csodát remélnek egy levéltől, egy hírtől és egy telefontól. Mondd ezt velem, tudatlan árvák. Mondd, lelkük új és tiszta hős még. Mondd ezt velem, szegény bolondok. Glória nékik és dicsőség. Kedves végzős diákok, ballagási ünnepségünkön köszöntenek benneteket, iskolátok alsóbb éves tanulói. Érzed már, fogy az út, mégis szép. Légy jó vendég, búcsúznunk kell, bár vágyunk még tart. Képzeld el szívvel, van másik part. Az utakat sokáig nem érti meg az ember, csak lépd el az utakon és másra gondol. Néha széles az egyik út, aszfaltos, néha rögös, barázdás, meredek. Az utakat sokáig csak alkalomnak tekintjük, lehetőségnek, melynek segítségével elmehetünk a hivatalba, vagy a kedvesünkhöz, vagy a rikkantó tavaszi erdőbe. Egy napon megtudjuk, hogy az utaknak értelmük van. Elvezetnek valahová. Nem csak mi haladunk az utakon, az utak is haladnak velünk. Az utaknak céljuk van. Minden út összefut végül egyetlen közös célban. S akkor megállunk és csodálkozunk. Tátott szájjal bámészkodunk. Csodáljuk azt a rejtelmes rendet a sok út szövevényében. Csodáljuk a sugárutak, országutak és ösvények sokaságát, melyeken áthaladva végül eljutottunk ugyanahoz a célhoz. Igen, az utaknak értelmük van. De ezt csak utolsó pillanatban értjük meg, közvetlenül a cél előtt. Ma az emberiség történetének talán legkritikusabb pontján, a bukás vagy a józan felnőtté válás küszöbén József Attilával állíthatjuk. Én mondom, még nem nagy az ember, de képzeli, hát szertelen, kísérje két szülője szemmel, a szellem és a szerelem. Úgy vélem, ha most végzősként mindannyian megtaláljátok magatokban ezeket a titokzatos értékeket, s hittel fordultok a jövőtök felé, építve a családtól és az iskolától kapott alapokra, akkor bátran kezdhetitek meg szárnyalásotokat az élet magasabb szintjei felé. Bízom abban, hogy ez sikerülni fog. Ne feledjétek, iskolátok mindig visszavár benneteket. Engedjétek meg, hogy a költő Jékely Zoltán szavait adjam nektek útra valóul. Itt az időd, most bámulj és csodálkozz. Semmi se dőlt el, és nem végleges. Ésszel, szívvel törj messzebb a csodákhoz. Égen földön ős titkot fejteges. Forrás legyél. Tiszta, átlátszó, kristály szépségű cseppekből fakadó hideg és jó ízű, éltető víz. Csörgedezz alá magas hegyek sziklái közül. Kelj át méteres köveken, konok útvesztőkön, friss levegőjű hegyi réteken. Patak legyél, lágyan aláomló, hűvös érintésű. Hideg, sejmes vizettől kapjanak erőre a szomjas vadak. Kanyarok kövek között, fodrozódó bárányfelhők kékege alatt.
zöld pázsit és őszi avar keretezzen, míg tovagördülsz kavicsokat mosva, s lomha folyóvá terebélyesedsz. Folyó legyél. Hatalmas hullámfodrókkal tovahömpölygő áradat, mely mindent megragad, magával sodor, míg meg nem érkezik az őt is elnyelő végtelen tenger sírjába. Tenger legyél. Nyugodtan hullámzó, beláthatatlan síkság. Kiszámíthatatlanul változó. Tajtékokat dobáló, vihartól felkorbácsolt szilaj erő, hullámsír, vagy elcsendesült sima víztükör. Óceán legyél, széles és határtalan. Kincseket rejtő, ringató mély bölcső. Vég nélküli korlátlan lehetőség. Pusztító, tomboló őserő. Roncsokat temető, kiismerhetetlen végtelenség. Legyél víz, életet adó őselem. Legyél tűz, vízzel is legyőzhetetlen. Legyél levegő, mindent beborító, láthatatlan. Legyél szikla, szilárd, megingathatatlan. Legyél forrás, patak vagy tenger. Legyél te magad. Legyél ember. Kedves ballagó diákok! Jeles ünnepünkhöz érkeztünk, és hosszú utat jártunk be ehhez a naphoz, a 2019-2020-as tanév sajátságos ballagási ünnepéhez. Külső körülmények arra kényszerítenek minket, mindnyájunkat, hogy idei ballagásunk nem állhat másból, mint pusztán televíziós műsorból és köszöntőkből. Mondandóm elején köszönetemet szeretném kifejezni a ballagó osztályok osztályfőnökeinek, akik több éven keresztül igyekeztek osztályaik tanulóit irányítani, nevelni. Munkájuk fő célja volt, hogy olyan osztályközösséget építsenek fel, amelyben mindenki megtalálhatja a helyét. Köszönöm nekik azt is, hogy az elmúlt hetekben olyan erőfeszítéseket tettek, amelyek elősegítették azt, hogy osztályaik egyben maradtak, hitet és erőt próbáltak adni osztályaik tanulóinak. Kedves végzősök! A ballagás napján normál esetben összegződnek az elmúlt évek dolgai, másrészt új távlatok nyílnak. Az összegződés persze nem e percekben kezdődött, hiszen a 12. év már eleve úgy indul és úgy zajlik, hogy ebben ezek az események jelen vannak. Azonban a mostani ballagás alkalmával a ballagás előtti közvetlen összegződések sajnálatosan elmaradtak és elmaradnak. Ilyenek, mint például a bolond ballagás, ahol diáktársaknak élményeket hagyva próbálnak meg valamilyen nyomokat hagyni maguk után. Vagy például a szerenád tanáraiknak kedveskedve, vagy éppenséggel az utolsó tanórák, folyosói beszélgetések szavai és gondolatai. Ugyanakkor érzéseik, összegzéseik mellett itt lebeg az önök lelkében a közvetlenül ezután következő napok eseményeinek halmaza. Ma a sajátos körülmények miatt talán egy kicsit több szorongással, mint más években, más végzősök számára a korábbi időkben. Ma még csak reméljük, hogy a külső körülmények lehetővé teszik azt, hogy néhány napon belül önök is egy olyan mérés elé állnak, amely meghatározó bélás létükben, és meghatározhatja jövőjüket is. Ezek a mérések az érettségig. Az érettségire való felkészülésben önök már teljesen készek, én úgy gondolom. A kérdés az, hogy ebben az új és sajátos érettségiben hogyan tudnak majd teljesíteni. Én úgy vélem, hogy mindebben, hogy ez jól működjön, sokan támogatják önöket. Jó magam is lélekben ott állok önök mellett, és azt szeretném ehhez mindjárt kifejezni, hogy ezeknek a,
a méréseknek és ezeknek az új utaknak a kiindulási alapja, az érettségi, amiről beszéltem. El nem múlóan és el nem feledhetően a hátterében egyértelműen a családjuk áll, valamint eddigi barátaik, és talán nem eltúlozva a harmadik Béla gimnázium. Mindezek adják meg az alapot ahhoz, hogy ezek a következő napok sikereket hozzanak önöknek. Éppen ezért arra kérem önöket, hogy feledjék el ezeket a nehéz körülményeket, amelyek most fennállnak, figyeljenek önmagukra, és mindenképpen támaszkodjanak az előzőekben említett családra, barátokra és a harmadik Béla gimnáziumra. Úgy vélem, hogy ez az, ami lehetővé teszi azt, hogy sikeresek legyenek a következő hetekben. Ez a lépés, a ballagás lépése, amelyet sajnos most fizikailag nem tudunk megtenni így együtt, az első lépés egy új világ, új utak felé. Ez az első lépés sohasem könnyű az életben. Most ez egy olyan előrelépés, amely búcsúszavakkal, ölelésekkel és kézfogásokkal lenne teli, ha erre most lenne lehetőség. Most azonban erre nincs lehetőség. Ezek tehát elmaradnak. De virtuálisan tegyék meg. Ezek a lépések mindenképpen a búcsúzás lépései, de ugyanakkor az örömé is, az új felé irányuló lélek örömei. Kedves ballagók, jó utat kívánok! Fényesebb a napsugára, hogyha rátekint Bajára, hol e büszke nóta járja. Így kezdődik a Bajai Német Gimnázium diákjainak indulója. Ezt az indulót éneklik a végzősök, amikor április végén szerenáddal megköszönik tanáraik áldozatos munkáját. Kedves érettségiző diákok, kedves pedagógus kollégák, tisztelt szülők! Az idei évben a mindannyiunk által ismert nehéz körülmények miatt minden másként van. Az utolsó középiskolás napok, a ballagás és az érettségi is. Az MNAMK-s induló is csak a virtuális osztálytermekben hangzik fel. De remélem, hogy ott eléneklitek, kedves ballagó diákok, az osztályfőnököknek, tanáraitoknak és egymásnak. Leghangosabban az a rész szóljon, hogy remek gyerekek vagytok, mert azok vagytok. Egy különleges évfolyam. És ennek a kivételes évfolyamnak nem mindennapi kihívásokkal kell szembenéznie. Elérkezett az érettségi vizsga ideje, amelyre több éven keresztül készültetek, az utolsó hetekben egymástól távol, digitális oktatás keretében. Felkészültetek, és néhány nap múlva már vizsgázni fogtok. Ilyenkor szokták elmondani az igazgatók, hogy ez lesz az első komoly megmérettetés, aztán majd a nagybetűs életben következnek az igazi kihívások. De a ti érettségitek más. Ez egy igazán komplex vizsga. Hiszen miközben megoldjátok majd a számotokra összeállított feladatsorokat, eközben aktív részesei vagytok egy világméretű vizsgának is, ahol az egész emberiség előtt tornyosul a feladat, hogy ismereteink, probléma megoldó kommunikációs és kooperációs kompetenciáink segítségével együtt legyőzzük a mindannyiunkat fenyegető pandémiát, majd levonjuk a tanulságokat, és egy élhetőbb világot építsünk. Kedves érettségiző diákok! Ti érettségiztek és vizsgáztok velünk együtt, nap mint nap. És meg vagyok győződve arról, hogy eredményesen alkalmazzátok majd a tanáraitok segítségével megszerzett tudást, az anyanyelvi és idegennyelvi kompetenciákat, amelyek fejlesztésére a mi iskolánkban különösen nagy hangsúlyt fektettünk. Hasznát veszitek annak, hogy tudtok önállóan információkat gyűjteni és feldolgozni, csapatban együtt dolgozni, véleményt formálni és felelős döntéseket hozni. Hiszen több nyelven is értitek és megértitek, hogy ki, mit, hogyan és miért mond. Képesek vagytok vitázni és érvelni. Azért, hogy közösen megtaláljátok, megtaláljuk a legjobb megoldást. Használjátok sikerrel egész életetek során ezeket a készségeket. És ha néha úgy érzitek, hogy különösen sok nehézséget kell leküzdenetek,
jusson eszetekbe a mondás. A lábad elé kerülő köveket ne akadálynak tekintsd, melyben megbotlasz és elesel, hanem szedd fel őket, gyűjtsd össze, és építs belőlük szilárd utat, magasba vezető lépcsőt magadnak és másoknak. Kedves kollégák, tisztelt szülők! Köszönöm, hogy lelkiismeretes munkával, féltő gondoskodással segítették az érettségiző diákokat eddigi útjukon. A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja gimnáziumából és szakgimnáziumából, külföldi német iskolából, a fiatalok magyar és német érettségi bizonyítvánnyal, egyesek szakmával a tarsójukban indulnak külföldi és magyar egyetemekre, a munkavilágába. Kívánom, hogy közös erőfeszítéseink eredményeként az elkövetkező időszakban mindenki sikeres vizsgát tegyen. Legyen fényesebb a napsugára, hogyha rátekint Bajára és az egész világra. És kívánom, hogy hamarosan mindannyian együtt ünnepelhessünk. Köszönöm, hogy meghallgattak, jó egészséget kívánok mindenkinek! Sobald man in einer Sache Meister geworden ist, soll man in einer neuen Schüler werden. So wird ein berühmter deutscher Schriftsteller Gerhard Hauptmann zitiert, der 1912 den Literaturnobelpreis erhielt. Er lebte im heutigen Polen, ein echter Bürger Europas also, das zu seinen Lebzeiten 1862 bis 1946 in Trümmern lag. Liebe Schülerinnen und Schüler und bald Abiturientinnen und Abiturienten des UBZ, wenn wir heute auf unser Europa schauen, so hat es sich durch ein kleines Virus in einer Weise verändert, wie niemand von uns es je vermutet oder auch nur befürchtet hätte. Und auch hier bei uns am UBZ hat Corona unser Lernen und Leben vollständig durcheinander gerüttelt. Wir sind alle noch einmal Schüler geworden. Eure Lehrerinnen und Lehrer haben einen Riesensprung in die digitale Zukunft getan und ihr habt mit ihnen gemeinsam entdeckt, dass Unterricht nicht an einen Ort gebunden sein muss, sondern auch von zu Hause aus in einer Videokonferenz stattfinden kann. Ihr absolviert in eurem letzten Semester hier an der Schule noch einen Schnellkurs im selbstständigen Lernen und müsst euren Arbeitstag selbst organisieren. Keine Pausenklingel hilft oder unterbricht euch dabei. Nach allem, was ich so höre, klappt das viel besser, als wir uns das je hätten zu träumen gewagt. Ich bin also zuversichtlich, dass ihr auch die letzte Hürde, die Abiturprüfungen, mit Schwung erfolgreich nehmen werdet. Liebe Kolleginnen und Kollegen, an diesem Erfolg haben Sie einen ganz großen Anteil. Vielen Dank dafür, dass Sie sich die digitale Herausforderung so gut bewältigt und Ihre Klassen mit viel zusätzlichem Engagement auf die Prüfungen vorbereitet haben. Und Sie, liebe Eltern, nehmen seit Wochen viel mehr am schulischen Leben Ihrer Kinder teil als jemals zuvor. Ich kann mir vorstellen, dass das Leben im Homeoffice nicht immer einfach ist. Für all Ihre Unterstützung bedanke ich mich bei Ihnen ganz herzlich. Liebe Zwölftklässler, nun werdet ihr in Sachen Schule bald Meisterinnen und Meister geworden sein. Zeit also, in anderen Sachen wieder zu Schülerinnen und Schülern zu werden. Welche Sachen das sein werden, ist bei euch allen sicher ganz verschieden. Studium, Berufsausbildung, das Leben leben, sicher fern vom UBZ, vermutlich nicht in Bajor, vielleicht außerhalb von Ungarn, mit großer Wahrscheinlichkeit aber in Europa. Hoffentlich wieder mit offenen Grenzen zwischen den Ländern und in den Herzen seiner Menschen. Nicht nur für die Prüfungen wünsche ich mir. Macht Gebrauch von den Kompetenzen, die ihr hier erworben habt. Fragt nach, wenn ihr einem Argument nicht traut. Und lasst eure Stimme hören,
in einer der Sprachen, die ihr hier erworben habt. Für den letzten Teil des schulischen Weges hier am UBZ wünsche ich euch viel Erfolg und alles, alles Gute. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, elsősorban a Szent Lászlós diákokat, szüleiket és hozzátartozóikat. Szinte persze pontosan most mondanám el a balagási köszöntőbeszédemet nektek itt az udvaron. Ez minden feltétel adott. Jó idő, technikai eszközök, az elmaradhatatlan könyvolvasó. Beszélek itt a senkinek. Mégis az elektronikus médián keresztül sokkal többen látnak és hallanak. Ez már a 100. ilyen furcsaság ebben a helyzetben, hogy nem vagytok itt, nem látom a szemetekben az ilyenkor előtörő érzéseket egy könycsepp vagy egy üres tekintet formájában. Persze nem ez a lényeg, hogy mit élnél át a középiskola éveket lezáró ballagási ünnepélyen, mert ez idén nem fog megtörténni. Mi felnőttek, szüleitek, tanáraitok, az elmúlt másfél hónapban sokszor mondtuk azt, hogy mi is átérezzük veletek együtt az itt eltöltött 8 vagy 4 év furcsa végét, lezáratlanságát. De ez nem igaz. Mert még csak hasonló érzéseink sincsenek ilyen idős korunkból, nem tudjuk, mit éltek át igazából, hogyan dolgozzátok fel a történéseket legbelül. Mindannyiunkat megvisel ez a kényszerű karantén, de egy érettségire készülő osztályközösségnek különösen megrázó lehet, hogy az élet, mint olyan eléggé ellehetetlenült az elmúlt hetekben. Aki csak teheti, a szobájába húzódik, és egyre többször, egyre türelmetlenebből fogalmazza meg, legyen már vége. Emlékeztek? Január végén a szalagavató ünnepélyen azt kérdeztem tőletek a felnőtt léttel kapcsolatban. Fel vagy-e rá készülve? A válasz továbbra is határozottan nem. Mindannyiunk életébe bekúszott és természetessé kezdett válni az, ami nagyon idegen tőlünk. Éljünk tovább közösségek nélkül. És ez még sokáig így is marad, annak ellenére, hogy március közepétől nagyon gyorsan és közösen kellett megtanulnunk, mit jelent a Teams, a Redmenta, a Kahoot, a Quizlet, mert mindent bele lehet erőltetni ebbe a kifejezésbe, online távoktatás. A közösségi oldalakon igazán aktív életet éltetek eddig is, de soha nem kaptatok még ennyi tanulással kapcsolatos üzenetet, mint az elmúlt időszakban. Gondolom, ez még nektek is sok. Szoktam mondani, mindenben lássuk meg a jót is. Mert azért nagyon érdekes és izgalmas is volt az az időszak, tele próbatételekkel. Az iskola pár nap alatt beköltözött a családok életébe, és fordítva. Küldöm a feladatot, várom a feladatot mellett. Az online órákat szerettük a legjobban, mert ott legalább volt valamiféle kontakt közöttünk, láttuk és hallottuk egymást, legalább tudtunk beszélgetni. Jókat mosolyogtunk egymás játszós ruháján, a fésületlen hajakon, az álmos reggeli fejeken. Láttunk a kamera hátterében a játékát sírva kereső kisöcsit, reggeli miatt kiabáló nővért, vidáman teregető anyukát, csörözgető apukát. Valakinek még egész szobai állatfarmja is volt. Mert ez volt a legfontosabb, hogy lássuk egymást. Hogy legalább virtuálisan úgy érezzük, itt vagyunk egymásnak, hiszen a vírus elvette most tőlünk a pedagógiai munkánk legfontosabb elemét, a személyes kontaktust. 4, illetve 8 évet kell úgy lezárnunk, hogy nincs utolsó óra, nincs szerenád, nincs ballagás, nincs közös sírás. És ráadásul a vírus még egy nagyon fontos dolgot is elvett tőlünk, az utolsó másfél hónapot, a megtervezett és rég várt programokkal együtt. Gondolatban harcolsz ellene, mert az nem lehet, hogy mindezt így zárjuk le, hogy az utolsó együtt töltött napunk egy szürke, aggodalommal és bizonytalansággal teli március 13-a legyen. Az igazi felnőtté válás felé lépkedve azonban fontos, hogy ezeket is ugyanúgy éljük meg, mint a vidámakat. Erősnek gondolt fiatal felnőttként is nyugodtan adjuk át magunkat a néha ránk törő érzéseknek, sírjunk, nevessünk, éljünk.
még így bezárva is. És ha ennek egyszer vége lesz, üljetek össze, öleljétek meg egymást, osztályfőnökeiketeket, tanáraitokat, ha lehet, engem se hagyjatok ki. Szóval mindenkit, akit szerettek, mert talán ez hiányzik most a legjobban. Szent Jeromos szavaival kérem a Jóistent, hogy kísérjen benneteket további utatokon. Mindig tégy valami jót, hogy az ördög elfoglalva találjon. Isten veletek, 2020-ban végzős Szent Lászlós diákjaink. Köszönöm a figyelmet. Kedves végzős diákok, tisztelt szülők és kollégák! A múlt már elesett hatalmunkból, a jövendőnek azonban még urai vagyunk. Engedjék meg, hogy gróf Széchenyi István ezen gondolataival köszöntsem a végzős diákokat, az őket ballaktató osztályfőnököket, a kedves szülőket, a tisztelt tanári kart, iskolánk valamennyi munkatársát, tanulóját és minden jelenlévőt. Ilyen felvezetéssel kezdődne egy ünnepi beszéd egy szokványos ballagáson. De ez most nem az. A mindennapok forgatókönyve most más diktál. Most egy váratlan helyzetnek vagyunk részesei, viszont az ilyen kihívásokkal is meg kell küzdeni. Erre készít fel most mindannyiunkat az élet iskolája. Mint ahogy 4 éven át felkészített benneteket a TÜR, kedves végzős diákok, az előttetek álló vizsgák által diktált megmérettetésekre. És mint minden a körülöttünk lévő kihívásokon, kisvártatva a vizsgákon is túl leszünk, és pár év után már mindenki csak az elmúlt évek szép emlékeit idézi föl magában. Hogy ezt én is megtehessem, itt és most, egykori és jelenlegi osztályfőnökeiteket hívtam segítségül. Gugánné Tisztartó Ágnes, Tarcsányi Gabriella, Pál Ágnes és Havas Irita tanárnők, valamint Varga József tanár úr elmondták, hogy voltak közöttetek közösségépítők, megfigyelők, és sokszor jött az örök kérdés. Ez most komoly, tanárnő? Többen számtalanszor bebizonyítottátok, hogy mindig van ok egy kis vidámságra is. Az ábrándos, tiszta tekintetek pedig többünket meggyőztek, hogy a mi világunkon kívül sok világ létezik, és körülöttünk csak egy valami állandó, a változás. Erre a változásra utal az is, hogy 9. volt közöttetek, aki a Dunahídig is alig bírt kitekerni, és 2 év múlva már a mezőny élbolyában tekert a Velencei tónál. Még mindig a sportnál maradva, megtudhattuk azt is tőletek, hogy a Skander bizony csonttörő vállalkozás lehet. Viszont máskor a spiritualitás is szerepet kapott, az imagyertya és a matek doga között meglévő, nyilvánvalóan racionális összefüggések révén. Mindenkit jellemzett az évfolyamon az összetartás, az egymás iránti szeretet. Jó közösségé formálódtatok az évek alatt. A tanulásban sok eredményért meg kellett küzdeni, de higgyétek el, mindez nem volt hiába való. Az elmúlt évek megmutatták, és a bennetek egyre inkább kifejlődő felelősség bebizonyította, hogy a korábbi lázadásaitok csak életkorotoknak szóltak, és a bennetek lévő értékek mentén fejlődtetek egyre jobb, egyre értékesebb, tudatos emberré. Az elmúlt 4 év azt példázza, hogy megértetek. Mert ti is megértettétek, hogy a tudás érték, a közösségnek ereje van, és különösen ezekben, az otthonmaradásra sarkaló időkben fontos éreznünk, hogy szükség van ránk. Rátok is. Egyenként mindegyik őtökre. Kedves végzős diákok, szívemben a nagy várakozások izgalmával búcsúzom tőletek, abban a bizonyosságban,
hogy mindannyian képesek vagytok céljaitok elérésére. Személyesen is köszönöm nektek az együtt eltöltött időt, és bízom benne, hogy hamarosan, közvetlenül is találkozhatunk. Addig is az előttünk álló kihívások és megmérettetések alkalmával mindenkinek kitartást, sok sikert és jó egészséget kívánok, mert ne feledjük, a múlt már elesett hatalmunkból, a jövendőnek azonban még urai vagyunk. Kedves ballagó diákok, kedves kollégáim! Különleges ünnep ez, ballagás ballagó diákok nélkül, ünnep virágok nélkül, búcsú látható könnyek nélkül. Különleges időket élünk. Nehéz szembesülni azzal, hogy ami megbonthatatlan rendnek tűnt, ami stabilan, bástyaként védte a jelent, ami utat adott a jövőnek, az mind elillant. Átélhetjük ezt tragikus véletlenszerűségként, szerencsétlen sorscsapásként, de valahogy nem ennek van itt a helye és az ideje. Valami váratlan, tervezhetetlen, sorsszerű történik velünk. Valami, amit józan ésszel és tiszta szívvel meg kell oldanunk. De gondoljunk csak bele, nem ez maga az élet? Ki mondta nekünk valaha is, hogy nem rögös az út, hogy nem lesznek kanyarok, hogy mindig mindenre tudni fogjuk a választ? Ki gondolta egy percig is, hogy hibátlanok és megállíthatatlanok vagyunk? Felnőtt fejjel mi mind belátjuk, ami történik most, az maga az élet játéka. Nem bizonytalanság és útvesztő, hanem útkeresés. Nem összeomlás és önfeladás, hanem erő és akarat. Ha felépítjük mindazt, amit most tanulunk az életről, többet fog az nyomni talán, mint a tanulmányokkal eltelt 12-13 évetek. Többet, mert értékesebbek lettünk. Mi így együtt. Megtanultuk szeretni az iskolát. Vágyni tudunk már egymás társaságára. Tiszteljük a tudás átadását és a szorgalmat. Belátjuk, hogy a napi rend, és úgy önmagában a rend, nélkül felborul a ritmus. Megtanultunk bízni, hinni és tenni. Értékeljük az embert, azt a lényt, akiről már nem csak tankönyvekből tudjuk, hogy esendő, hanem érezzük is ennek mélységét. Szeretni tudunk barátot, családtagot úgy, mint talán még soha. Álljunk meg egy pillanatra a ballagási gondolatlépéseink között, hiszen most ennek van itt az ideje és a helye. Lassan, némán gondoljátok végig, hogy mit adott számotokra az a sok-sok nap az iskolában, amit sokszor nem is tudtatok mélységében látni, csak felületén nézni. Nem értettétek, mit akar tőletek az oktatás, mit ad a pedagógus, miért nyílik ki minden nap az a nagy zöld kapu, miért nem lehet csak úgy büntetlenül hiányozni az órákról. Talán most már látjátok, az iskola, az oktatás adta a rendet a napotokban, a mintát a személyiségetek fejlődéséhez, a tudást arra, hogy most ezeket a gondolatokat megértsétek. Sokat kaptatok, majdnem mindent, hiszen a falak mögött a kötődések, a szeretet oda-vissza megnyilvánulása, a gondoskodás és elégedett büszkeség, hogy rendben van minden, ezeket mind megkaptátok a hosszú úton. Most, hogy ballagnak a gondolataink, csaponganak az érzéseink is. Nem így akartam, nem ezt terveztem, nem erre vágytam. Próbáljuk meg közösen ezt átértékelni. Például így. Hálás vagyok, hogy egészséges lehetek. Köszönöm, hogy lezárhatom életem egyik legszebb szakaszát veletek együtt. Soha nem felejtem el az élet tanítását. Filozófus Gandhit idézve, boldogság az, ha amit gondolsz, amit mondasz és amit teszel, összhangban vannak egymással.
A búcsú soha nem könnyű, most így szinte fájdalmas, lélekfacsaró. Mert itt lenne a helyetek, ahol én vagyok, ahol az iskola van. De hiszem, hogy az iskola most pont ott van, ahol ti. Ott, legbelül, mélyen, és remélem, kitörölhetetlenül. Mérő László matematikus, pszichológus gondolatával, a valóságban a dolgok ritkán záródnak le véglegesen. Az élet mindig megy tovább. Hát induljatok tovább, járjátok most már a választott utatokat. Minden bánya is nevében szeretettel búcsúzom tőletek. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm végzős tanulóinkat, az osztályfőnökeiket és a gyermekeikre joggal büszke szülőket. Kedves diákok, tervekkel, álmokkal várakoztok a nagy megmérettetésre, de talán még nem értitek, hogy mi értelme volt az elmúlt évek erőfeszítéseinek. Mi értelme volt a sok tanulásnak, a sok próbatételnek és a kihívásnak. Nem baj, ha így érzitek, hiszen többet kell ahhoz élni és tapasztalni, hogy igazán felismerjétek az iskola, a műveltség és a helyes magatartás elsajátításának jelentőségét. Útravalónak szánt mottót találtunk ki nektek, amit felírtunk volna a táblákra, tarisznyát készítettünk, amit a nyakatokba akasztottunk volna, de mégsem ragyog úgy minden, ahogy egy ünnepen illenék. Végre megszabadulhattok minden kötöttségtől, a felelésektől, a dolgozatírásoktól, de ide kötnek az emlékek, a csinytevések, a barátaitok és a szerelmek. Higgyétek el, ezeket az éveket nem lehet kitörölni, valamilyen nyomot hagynak mindenkiben, így bennünk tanárokban is. Az itt eltöltött évek összekötnek bennünket, hiszen annyi minden történt az elmúlt évek alatt. Nem felejtem el a 12-ásokat, akik sokan kezdtek, aztán megfeleződtek, de a kezdeti nehézségek ellenére jó közösségé formálódtak. Jó hangulatú kirándulások, osztályrendezvények tették emlékezetessé a 4 évet. Nem felejtem el a 12-béseket sem. Nehéz volt összhangba hozni a művészeket és az egészségügyi tanulókat, de szintén jó osztályközösségé formálódtatok. A 3/11/1-es villanyszerelőknek és burkolóknak nem volt könnyű ez a 3 év. Nagyon nehezen jöttek rá arra, hogy tanulni is kell. A 3/11/2-es asztalosok, szociális gondozók és karosszéria lakatosoknál a szaktanáraitok kemény munkával megtalálták benneteket a mélyen elrejtett tudást és a tehetséget. Hát reméljük, hogy szakmunkás vizsgára is el tudtok menni. A 3/11/3-as gépi forgácsolók, hegesztők szintén alig maradtatok, nehezen ismertétek fel azt, hogy a tudás megszerzése bizonyos nehézségekbe ütközik. Azonban most gondoljatok néhány pillanatig mindazokra, akik segítettek, biztattak, bátorítottak benneteket az elmúlt évek során. A szüleitekre, a családtagokra, akik a legnagyobb nehézségek idején is mellettetek voltak. Eljött az ideje a hálának és a köszönetnek. Nevetekben az egész családi közösségnek köszönöm azt a sok segítséget, amit az iskolai évek alatt kifejtettek. Bízom abban, hogy a sok kínálkozó lehetőség közül megtaláljátok számotokra a legjobbat. Kívánom nektek, hogy az iskola falai között megszerzett tudás, a tanáraitok embersége, szeretete elegendő erőt adjon a mindennapok helytállásához, küzdelmeihez. Búcsúzó, kívánok álmaitok, vágyaitok eléréséhez sok sikert, szerencsét, kitartást és természetesen boldogságot, és ne felejtsétek el, hogy várunk vissza benneteket a következő tanévekben is. Kedves végzős bereckis diákok! Van egy csillagászati jelenség, ami kb. 75 évente ismétlődik meg. Először időszámításunk előtt 270 körül írtak róla, legutoljára 1986-ban volt látható. A következő megjelenés azt mondják 2061-ben lesz várható. Mondják azt is, hogy boldogok azok, akiknek az életében ez kétszer adatik meg. Ez ő a héli üstökös.
Mi most mindannyian ugyancsak egy történelemben megismétlődő jelenségnek vagyunk a részesei. Csak ez most nem 75, hanem 50-60 évente ismétlődik meg, és hát igazából akkor lennénk boldogok, ha a mi életünkben nemhogy kétszer, hanem egyszer sem fordulna elő. Egy világjárvány kellős közepén vagyunk. Kedves diákok, a világ a feje tetejére állt, ma minden másképpen van, minden átértékelődött. Másképpen tanítunk, másképpen tanultok, más a napirendünk, mások lettek a szokásaink. A popsztárok nem az arénákban énekelnek, hanem a kanapékon ülnek, nem tapsra és csápolásra biztatnak, hanem arra, hogy maradjunk otthon. Ma pedig úgy ballagunk, hogy egy helyben állunk, vagy otthon ülünk. Tanárként tegnap még tiltottuk, korlátoztuk a telefonok órai használatát, ma pedig biztatunk benneteket erre, segítünk, sőt el is várjuk, hogy használjátok azokat. Sok furcsa és néha vicces dolog van ebben a helyzetben, és sajnos sok vesztese is van ennek az időszaknak. Vannak, akik a kapcsolataikban, vagy éppen a mozgásuk szabadságában korlátozódtak. Vannak, akik a munkahelyüket vesztették el, és sajnos vannak olyanok is, akik az életüket. Ti végzősök, ballagók, a középiskolás éveitek utolsó, normális heteit, és annak a méltó lezárását, a ballagást és a normális vizsgák lehetőségét vesztettétek el. Hát gondolom ez utóbbit nem sokan bánjátok. De hát ez van. És ezen változtatni nem lehet. Ellenben lehet a nem normális helyzetekre is normális válaszokat keresni. Ma olyan időket élünk, amikor sokan keresik a dolgok újszerű értelmezését. Én is ezt próbálom, amikor azt gondolom, hogy ti ennek a helyzetnek nem vesztesei vagytok, hanem egy nem mindennapi esemény, egy világtörténelmi esemény részesei, akik ezzel óriási lehetőséget is kaptok. Akik ebben az emberpróbáló időben megmutathatják maguknak és másoknak is, hogy ilyen időben is helyt lehet állni. Ilyenkor ballagáson mi tanárok abban bízunk, hogy az elmúlt évek nem voltak hiába valók, hogy sikerült felkészíteni benneteket az előttetek lévő útra, hogy sikerült jövőképet, egészséges önbizalmat, tudás élményt, szárnyakat adni. Az első önálló szárny próbálgatásokra már az elmúlt hetekben kicsit ideje korán, de jó leckét, jó házi feladatot kaptunk, kaptatok. A folytatás sem várat sokat magára, és aztán jön majd a valamilyen nagybetűs élet, amikor már létkérdés lesz a repülés. Azt mondják, akiktől csak azt várják el, hogy egy vakontúrást lépjenek át, soha nem lesz képes hegyeket hódítani. Kedves diákok, kedves végzősök, ti olyan helyzetbe kerültetek, benneteket a sors most arra tanít, hogy hegyeket hódítsatok. A ti tablóitokon az van rajta, hogy 2020-ban végeztetek. És erről sok évtized múltán is mindenki tudni fogja, hogy egy különleges év volt, amely csak 50-60 évente ismétlődik meg. És nektek ebben az évben kellett helyt állni. Ennek ellenére szeretném megköszönni itt a nyilvánosság előtt is minden arra érdemes diáknak a szakmai és tanulmányi versenyeken elért eredményét, valamint a közösségért tett erőfeszítéseit. Mindezen túl köszönöm tanáraitok és különösen osztályfőnökeitek munkáját, és végezetül, de egyáltalán nem utolsó sorban szüleitek támogatását, türelmét és segítségét. Itt a Berecki parkjában, amint látjátok, kizöldültek, virágoznak a fák, énekelnek a rigók, a cinkék, de a kert teljesen üres. Remélem, hiányzunk, vagy legalábbis ez a környezet. Ezzel a képpel és Ady Endre biztató gondolataival búcsúzom tanáraitok, iskolánk minden dolgozója és diákja nevében is. Csak akkor születnek nagy dolgok, ha bátrak voltak, akik mertek. Ha százszor tudtak bátrak lenni, százszor bátrak és viharvertek. Kedves diákok, kedves végzősök, ballagók, vigyázzatok magatokra, Isten áldjon benneteket! Hozzám jöttél, és jó voltál velem. Felém nyújtottad lágy, erős kezed.
és járni tanítottál. És mondtál szót előttem, és türelemmel százszor újra mondtad. És a kezedben egyre nőttem, és nőttem. Játék után a pázsiton egymás mellett csendben leültünk. És láttam jól a szemeden, bújó, nagy könycseppek tolulnak. És mondtad, hogy már nagy vagyok. És mondtad, hogy az évek múlnak, hogy figyeljek, s legyek okos, és mondtad, hogy már nem lehet sokáig így kettesben élni. Ám én azt mondtam, de igen, én így akarok élni mindig, s te megcsóváltad a fejedet, és azt mondtad, hogy nem lehet megbontani a dolgok rendét. És mondtad, hogy nem is lehet az életem mindig csak játék, és hogy vár rám sok szép öröm, és vár sok szép szomorúság még. Hogy el kell mennem messzire, és magamnak kell oda mennem. Kell állni tudnom egymagam, és erősnek, férfinak kell lennem. Kell látnom messzi tájakat, az alpeseket és a tengert, országokat és népeket, és kell ismerni sok-sok embert. Várnak sokkal rám sokfelé, és kell, hogy őket felkeressem, és sok mindent mondjak nekik, és mindüket nagyon szeressem. Lesznek majd jók és rosszak is, és engem is sok fog szeretni. Ezt mondtad, és mondtál sokat. Fáztak bennem szavaid. És mondtam, hogy nem akarom, hogy jobb nekem te veled lennem, ám te csak mondtad egyre, hogy megnőnek a gyerekek. De nem mertél a szemembe nézni, és a hangod is remegett. Így tűntél el mellőlem akkor, és így maradtam egymagam. Aztán eljön a nap, és fel fogsz kelni éhesen, és kifutsz a déli napra, és éjjel-nappal egyetérzel az érthetetlen életet. És akkor megmozdul a véred, és minden izmod megfeszül, és a kezed ökölbe roppan, és a lelked megtornyosul, és dobbantasz egy messze döngőt, és nekiindulsz hirtelen, mert vár az út, és vár a minden. És a hegyen még egyszer visszanézel. Tisztelt ünneplő közönség, kedves végzős diákok! A Bajai Fiatalok Színházának tagjaként kezdhetném a beszédemet egy színházi közhellyel is. Az élet a legnagyobb rendező. Igen, ezt érezzük mi végzős diákok, mert a mi sorsunkat most az élet rendezi. Mi játsszuk a szerepünket, még ha a próbák, a megelőző 8-6-4 év nem is erre az előadásra készülő próbasorozat volt. Életünket döntések sorozata befolyásolja. Vannak, amelyek mindennapiak, lényegtelenek, és vannak, amelyek akár sorsfordítók is lehetnek. Gondoljunk csak bele, mennyi minden alakította eddig is a sorsunkat, és hogy ezekből melyek voltak azok, amelyekre valóban mi tudtunk hatást gyakorolni. Ezek közül sok a véletlen műve volt. De a legfontosabb döntéseket eddig a szüleink hozták meg helyettünk, a mi érdekeinket szem előtt tartva. A szüleid döntöttek arról, mi legyen a keresztneved, melyik óvodába majd iskolába járj, milyen nyelvet tanulj, hogyan töltsd a szabadidőt, mit sportolj vagy milyen hangszeren játsz. Most viszont lassan felnőttként már nekünk kellett és kell a döntéseket meghoznunk és tudnunk, mi a legjobb nekünk. Döntöttünk arról, kikkel barátkozzunk, mennyire legyünk aktív vagy passzív tagja egy közösségnek, milyen szakmát, specializációt válasszunk. Aztán választottunk, hogy jól vagy sem, most még nem tudja egyikünk sem biztosan. Aztán jelentkeztünk a felsőoktatásba, vagy munkát keresve vágunk neki a felnőtt létnek. A döntés meghozatala lett a legnehezebb és legrémisztőbb feladatunk. Önmagunkért és a jövőnkért kell felelősséget vállalni. Az élet iróniája, hogy eddig mindig saját döntéshozatalra vágytunk, azonban most, ebben a furcsa helyzetben kicsit kiszolgáltatottnak érezzük magunkat. Vártuk, hogy milyen döntést hoznak. Visszaülhetünk még egy kicsit az iskolapadba, vagy sem? Fogunk-e érettségizni, vagy sem? Ha fogunk szóban és írásban? Ezernyi kérdés merült fel. És csak azt éreztük, hogy most nem mi döntünk. Mi csak alkalmazkodunk.
De mi nem adjuk fel, alkalmazkodunk. És ha többségünk csak írásban teheti meg, hát ott fogja megmutatni, hogy mindenhez tud alkalmazkodni, és kihozza a helyzetből a legjobbat. Sokan még mindig azt hiszik, hogy az a döntés, amit 12-ben meghozott, egy életre szól. Nem kérdés, hogy nagyban befolyásolja az életünket, de nem örökérvényű, nem visszafordíthatatlan. Legtöbbször azért félünk valami mellett elköteleződni, mert nem ismerjük a következményeit, és az ismeretlen mindig is elbizonytalanította az embereket. Mindemellett viszont fel kell ismernünk, hogy nincs legjobb döntés, és még számtalanszor fogjuk újra és újra meggondolni magunkat, hiszen semmi sem állandó. A rossz döntések is döntések, amik azzá tesznek, akik lenni szeretnénk, és az életre tanítanak. De hogyan is kell meghozni egy döntést? Bízhatod a vak szerencsére. Lesz, ahogy lesz. Írhatsz érveket, ellene, mellette, kereshetsz példaképeket, és haladhatsz a nyomdokaikban, vagy kereshetsz ellenpéldát, hogy milyen ne legyél. Tanácsot kérhetsz szüleitől, tanáraitól, barátaitól, kereshetsz útmutatást bölcskönyvekben. Van választási lehetőség ezek között is. De végül te döntesz. Hankis János gondolatait idézve. Minden döntés nehéz. A nagyobbak életveszélyesek. Érthető hát, hogy ide-oda kapkodunk tanácsért, marasztaló vagy külső indítatásért. Tanácsot kérünk, segítséget várunk. De ilyen egyszerű segítség nem létezik. Jó lenne másra hárítani a felelősséget, szétosztani a terhet, melyet jövünk bizonytalansága mér ránk. Próbára tenni a kételyeket, amelyeket a választás kérdőjele kényszerít ki belőlünk. De a választás terhét nem lehet feldarabolni. Jog és kockázat a mi vállunkat nyomja, és ami jön, azt is nekünk kell viselni. Kívánom mindannyiunknak, hogy hozzunk jó döntéseket. Vagy ha egy döntésünkről beigazolódik, hogy helytelen volt, legyen erőnk, bátorságunk újabb, most már helyes döntést hozni. Az élet még rengeteg ilyen helyzetet tartogat. Kedves szüleink, tisztelt tanáraink! A mi középiskolai előadásunkon a vártnál előbb gördült le a függöny, ért véget az élő előadás, bár hang és kép formájában még játszhattunk tovább. Most harsanhat fel a taps. De ez a taps először nektek, önöknek szóljon. Szóljon azért, mert minden döntésünknél mellettünk álltak. Ha kellett, bíztattak, ha kellett, lebeszéltek, ha kellett, meggyőztek, bátorítottak. De a mi középiskolai előadásunk sikeréhez mindent megtettek. Köszönjük szépen! Kedves ballagó diákok, tisztelt hozzátartozók! Engem ért a megtiszteltetés, hogy átadhassam, ha csak így virtuálisan is, Bajaváros önkormányzata nevében az évdiákja kitüntető címet. Az idei tanévben ezt az elismerést két tanuló nyerte el. A következőkben néhány szót szólnék tanulmányi eredményeikről, iskolai, közösségi munkásságukról. Tóth Dominika, a Berecki Máté Élelmiszeripari és Mezőgazdasági Szakgimnázium, szakközépiskola és sportiskola végzős, rendész szakgimnázium tanulója. Tanulmányai alatt 4 éven keresztül példamutató magatartásával és szorgalmával kiemelkedő, jeles tanulmányi teljesítményt nyújtott. A közösségi élet aktív résztvevője és szervezője volt. Rendszeresen vállalt feladatokat az iskola kulturális rendezvényein, valamint az iskola és a város sporteseményein is. Lelkiismeretes, megbízható hozzáállására mindig lehetett számítani. Céltudatosan választotta a rendvédelmi pályát, már a 9. évfolyamtól kezdve kiemelkedően motivált volt, nagy érdeklődést mutatott a szakmai tárgyak iránt. Munkája alapján rendszeresen részesült tantárgyi dicséretekben, különösen az angol nyelvre és a magyar irodalomra vonatkozóan. Tóth Dominika az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen belügyi rendészeti ismeretek tantárgyból képviselte iskoláját, ahol
első helyezést ért el. Alnimi Ádám a 3. Béla gimnázium 12. A osztályos tanulója. Ádám főként az idegen nyelvek tanulásában jeleskedett, az országos középiskolai tanulmányi versenyen 10. helyezést ért el, francia nyelvből, ECL nyelvi versenyen német nyelvből 2018-ban országos 3., míg 2019-ben országos 2. helyezést ért el. A Bendegúz nyelvész anyanyelvi versenyen országosan 2. lett, már 8. évfolyamosan. Német, angol és francia nyelvből is nyelvvizsgával rendelkezik. Emellett kiváló tanuló, minden év végén 8-10 tantárgyi dicséret várta a bizonyítványában. Gratulálok mindkét díjazottnak! Volt egyszer egy ember, aki az ő háza udvarán oszlopot épített az ő istenének. De az oszlopot nem márványból faragta,
nem kőből építette, hanem ezer meg ezer apró csillámló homokszemcséből, és a homokszemcséket köddel kötötte össze. És az emberek, akik arra járva látták, nevettek rajta, és azt mondták, bolond. De az oszlop csak épült. Egyre épült, mert az ember hittel a szívében építette az ő istenének. És amikor az oszlop készen állott, az emberek még mindig nevettek, és azt mondták, majd a legelső szél összedönti. És jött az első szél, és nem döntötte össze. És jött a második szél, és az sem döntötte össze. És akárhány szél jött, egyik sem döntötte össze, hanem mindegyik szépen kikerülte az oszlopot, amely hittel épült. És az emberek, akik ezt látták, csodálkozva összesúgtak, és azt mondták, varázsló. És egy napon berohantak az udvarára, és ledöntötték az ő oszlopát. És az ember nem szitkozódott, és nem sírt, hanem kiment megint az ő udvarára, és hittel a szívében kezdett új oszlopot építeni az ő istenének. És az oszlopot most sem faragta márványból, se nem építette kőből, hanem megint sok-sok apró homokszemcséből, és a homokszemcséket köddel kötötte össze.